Nagyon fontos egy falu életében, és annál nincs is fontosabb, mint a gyerekekről gondoskodni. A gyerekek testi, lelki és szellemi életét befolyásolni, segíteni őket a fejlődésben. Ezzel a céllal döntöttük el azt, hogy egy olyan fejlesztő játékot készítünk a gyerekek számára, ami minden, majdnem minden korosztálynak meg fog felelni. Folyamatos feladatsorokat állítottunk össze, ahol nem csak a fizikai képességeikre lesz szükségük, és nem csak azt fejlesztjük, hanem a szellemit is, és a lelki életüket is próbáljuk befolyásolni. A koronavírus alatt mindannyian tudjuk, hogy be voltunk zárva. Ez időszak alatt a gyerekek veszítettek a legtöbbet. És akkor fogalmazódott meg bennem az a gondolat, hogy van egy ragyogó helyszín, kész a pálya, és ezt a kerékpár utat egy kicsit meg kell színesíteni, és több funkcióra felhasználni. És akkor döntöttem el, hogy ide játékpályát, ugró iskolákat és ügyességi feladatokhoz ábrákat készítünk a gyerekeknek, és arra gondoltam, hogy nem csak a gyerekek fogják itt jól érezni magukat, hanem egy olyan közösségi tér lenne ez a park, ahol nem csak a gyerekek találkoznak a barátaikkal, osztálytársaikkal, hanem a szülők is egymással, hiszen nekik is szükségük van az ilyenfajta kikapcsolódásra és az ilyenfajta találkozásra. Alakítottam egy csapatot a Facebookon, egy játszótér csoportot, és egy-két szóra 30-an lettünk, és akkor azt gondoltam, hogy na, itt mindenki segíteni akar, mindenki dolgozni akar a gyerekekért, és tele vagyunk olyan emberekkel, akik hajlandóak feláldozni a szabadidejüket, és szeretnének tenni a faluért, a gyerekekért és a közösségünkért. Első megbeszélésünk alkalmával sablonokat választottunk, amelyeket otthon készített el mindenki, és amikor a festékvásárlás is megtörtént, akkor összejöttünk, kijelöltük a szakaszokat, és mindenki nekiállt a saját tervének. Minden nap szaporodott a létszámunk, első nap elkezdtünk festeni, és minden nap többen lettünk, és mindig újabb emberek jöttek, hogy szeretnének segíteni. És nem csak ilyen aktív embereket találtunk, hanem támogatók is kerestek meg bennünket a festékvásárlási támogatás céljából. Úgyhogy most már nagyon sok nagydorogi ember támogatta a festékvásárlásunkat, és azt gondolom, hogy Riprops egy-két nap alatt összejött egy olyan csapat, hogy ezt a játszóteret szebbé, szépé tudjuk tenni úgy, hogy az önkormányzatnak nem kell sem fizikai segítséget, sem anyagi támogatást adni ehhez az ötlethez. Arról is beszéltünk, hogy tovább fejlesztjük ezt az ötletet, és szeretnénk végig a pálya mentén padokat vásárolni, vagy támogatók által ugye megkapni, mert azt gondolom, hogy ha jönnek a családok, vagy jön anyuka, vagy apuka a gyerekekkel, akkor nagyon fontos, hogy hol ülhetnek le, hol tudnak beszélgetni, és miközben a gyerekek játszanak, ugrálnak, addig az anyuka félszemmel figyeli a gyerek tevékenységét, de beszélgetnek egymás között. Ez a közösségépítési szempontjából nagyon fontos. Azt gondolom, hogy ez a fejlesztő játékpark, ez mindenképpen alkalmas lesz arra is, hogy az iskolai foglalkozásokon is kijöhetnek a gyerekek fejlesztő feladatokat végrehajtani, de az óvoda ugyanúgy tudja majd használni. Az óvodás korúaknak is próbáltuk vegyesen összeállítani a feladatokat. Mindenkit arra kérek, hogy nagyon vigyázzon itt a tisztaságra és a rendre, mert nagyon fontos.
És hát mindenkitől várjuk az újabb ötleteket. Tehát azt szeretnénk, mert ha minél többen itt dolgoznak, és minél többen jönnek a saját ötletükkel, akkor mindannyiunk majd magunkénak fogjuk érezni, és mindannyian vigyázni fogunk rá, és jobbnál jobb ötleteket várunk mindenkitől.